Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Most kedves nézőim, talán egyetértenek velem abban, hogy egy hivatást választó embernek a siker, megerősítés, visszajelzés, és álszent, aki azt mondja, hogy ilyenkor nem boldog. Az én vendégem azt mondta játékosan, elárulkodom most magam, azt mondta nekem, hogy néhány napig még a lába sem ért a földre, annyira boldog volt, hiszen nagyon sokan szavaztak rá, akkor kitalálhatják, hogy természetesen egy sikeres emberről beszélek, aki enélkül a díj nélkül is sikeres volt, hiszen egy nagyszerű emberről van szó. Vendégem Kálmán Béla, 2016 Prima díjas. És a szervusz, tisztelettel köszöntelek. Köszönöm szépen. Azon kevesek közé tartozom, akik az első pillanattól tudták a jelölést, majd ezt követően természetesen azok közé tartozom, akik szinte bizonyosak voltak benne az életpályádat ismerve, hogy megkapod ezt az elismerést, és igen, hát megerősítést nyert, hogy a jó szakember és egy olyan életpálya, ami a tiéd, az igenis eléri, elnyeri méltó jutalmát. Ezúton is gratulálok a Fehérvár Média Centrum minden munkatársa nevében. Három különböző szakaszt különböztessünk meg most az életedben, ebben a beszélgetésben. Az első időszak az mindenképpen a felnövekvő ifjúé legyen. Azért az ifjúé, aki aztán hivatást választott és egyetemre került. A második az egyetemtől egészen a korszakos 2000-es, 1999-es időszak, hiszen ez egy, megint egy új ér az életedben, és az azóta eltelt idő, hiszen nagyon-nagyon sok minden fontos dolog történt. 1969-et írunk, mikor az egyetemen végeztél, és szeptember 1-e már itt talált Székesfehérváron. Én mégis inkább arról szeretnék veled beszélni, hogy egy egészen különös életpálya tiéd, mert hogy te még azon kevesek közé tartoztál, akik kömüves szakközépiskolába jártak. Ez ma már elképzelhetetlen, most megint lesz most ilyen. Igen. Az idei esztendőtől. Igen, ez a duális képzés. A duális képzés keretében, de az, ugye ilyet én még nem is hallottam. Márpedig ez nagyon sokat segített, és majd segít megérteni azt is, hogy miként lettél kiváló építészmérnök. Hát, hogyha szabad egy picit még távolabbra visszamenni, én mondhatom azt, hogy én nekem a gyerekkori álmom vált valóra azzal, hogy én építőipari munkavállaló lettem, építőipari dolgozó lettem. Kisgyerekkoromban építettek újjá egy kemencét, ott a faluban, ahol éltem. És ami számomra meglepő volt és csodának tűnt, hogy azt a tűzteret, azt a boltozatos részt fölépítették és megmaradt, és akkor eldöntöttem, hogy ha nagy leszek, akkor én is építő ember leszek. Hozzá segített az életehez nagyon szépen, mert hiszen amikor az Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium meghirdette ezt a kömüves szakközépiskolai tagozatot, akkor szüleim beirattak abba az iskolába, ahol 4 éven keresztül, ugye az a 3+3-as, illetve 4+2-es oktatási forma volt, 4 nap iskola, 2 nap kint gyakorlat, és minden évben egyszer kint dolgoztunk, és szakmunkás vizsgát tettünk, és úgy szereztünk mellette még érettségi bizonyítványt. Ez egy olyan töbletet jelentett nekem az egyetemen, hogy gyakorlatilag láttam, térben láttam mindazt, amiről nekünk ott rajzot kellett készíteni, meg lehetett azokat a gyakorlatokat pillanatok alatt csinálni, téglakötések, hegyesszög, tompaszok, stb. És szinte én segítettem azokat a tankörtársaimat, akiknek fogalma se volt arra, hogy mi az a tégla és miből van. Tehát ez egy nagyon nagy előnyt jelentett nekem. Megtanultad a kérges tenyerek becsületét. Igen. Alaposan. És, de ezt azt hiszem, hogy senki nem bánja, hiszen az egyetem... Egyébként jó tanuló voltál? Én, nekem muszáj volt jól tanulni, mert nagyon szegények voltak a szüleim. Nekem azért kellett hajtani, hogy legalább a társadalmi ösztöndíjam annyi legyen, és 800 forint volt az ösztöndíjam, mert 4-es rendű voltam. Hát én 800 forintot kaptam ösztöndíjat, az apám nyugdíj, akkor ott 660 forint. Tehát nekem teljesen önállátónak kellett lenni, és tanszéken dolgoztam, és tanultam, hogy tényleg legyen jó eredmény. Tehát akkor az egyetemi éveid is a tanulással teltek és a munkával. És mellette munkával. Nem szégyellem, elmondom, hogy tanszéken dolgoztam, akkor derítettük föl a bauxit beton épületeket Budapesten, újságot árultam akkor a hétfőreket, szigeti nagyszálló kertészségével pincérkedtem, mindent megragadtam, hogy nekem pénzem legyen. Én úgy kerültem Székesfehérvár 69. szeptember 1-én, 2 öltönyöm volt,
5000 forintos takarékbetétem volt. Tessék visszagondolni, hogy akkor 5000 forint mit jelentett. Ez nagyon sok pénz volt. Bizony, bizony. Ugye tudjuk. Azt az időszakot éljük itt Székesfehérváron, amikor a Fáév uralta az építőipart, méghozzá egy rendkívül karakteres, nagyszerű ember vezetésével, Somogyi Lászlónak hívták, a későbbi építőipari miniszter, nagyszerű kosárlabdás, a Durci nevet, Bece nevet mindenki áhítattal ejti ki ma is, legalábbis remélem. Neki milyen szerepe jutott? Hiszen amennyire tudom, ő invitált téged ide Fehérvárra, ahol aztán otthonra találtál. Neki nagyon nagy szerepe volt, és nem is győzök végig, ha hálásan rá gondolni erre a dologra, amikor a 66-67 táján az egyetemről egy ilyen tanulmányi kirándulást tettünk Székesfehérváron, akkor épült az Ikarusz csarnok, ami országos szinten is a 40 ezer négyzetméterével egy hatalmas nagy objektumnak számított, és a Somogyi Laci kísért minket végig, nagyon tetszett a stílus, ahogy vezetett, hogy szakmailag, ahogy emberileg reagált, és a benne József úti központban, az étteremben kaptunk ott egy kis egyszerű ebédet, és én vettem a bátorságot, és oda mentem a Somogyi úrhoz, akkor elvtárs volt, hogy nekem az a gondom, hogy én Zalaegerszegről vagyok ösztöndíjas, de a Zalai IV-nél hát olyan nehézkesen jön az ösztöndíj, és nekem szükségem van, hogy minden hónapban megjön a pénz, mert nekem csak az egyetlen forrásom van. És akkor egy kis kockás papírra ráírta a nevét, meg a címét, egyebet, hogy ide akkor csináljak, írjak egy kérelmet, megírtam. Megkapta néhány hónapon, megkaptam a szerződésmódosítást, és szeptember 1-én, 69. szeptember 1-én bekopogtam a személyzeti iroda ajtaján, az Adéendre utcában, hogy akkor megjelentem, és szeretnék munkába állni, és akkor te vagy az, aki miért beperelt minket az Alamegyei IV munkaerőcsábítás címén, ugyanis akkor még volt ilyen is. És gyakorló mérnöki státuszba kerültem, 3 hónapig abba dolgoztam, betontechnológiai főzemnél, és tudom, hogy a két vállalati vezető egymás között nem egészen értett abba egyet, de engem a Somogyi Laci belökött a mélyvízbe, betontechnológiai üzem vezetője lettem, betongyár, habarcsgyár, nem sorol, mert 120 ember, és akkor gyakorlatilag ott álltam a munka kellős közepén, és meg kellett állni a lábamon, sőt nem, hogy megállni, hanem ténykedni is. Igen, ez egy fontos kérdés, hogy miként tanul meg egy még oly tehetséges fiatal építészmérnök is főnöknek lenni? Ez hogy nem tanultad? Volt egy egyszerű. Nem hiszen volt egy ez egyszerű. A hőskorszak volt, igen. Akkor az úr és a parancsoló mindenképpen az egyetemet végzett építészmérnök, akinek ráadásul könyves szakmunkás bizonyítvány lapul a zsebében. Ennek vettem nagyon sokszor a hasznát, hogy munkás családból származtam, és a soha nem felejtettem el, a mai napig nem felejtem el, és a munkás emberek között kellett, nekik kellett dirigálnom, nekik kellett utasításokat adnom, őket kellett, hogy számon kérjem, és bizony-bizony voltak konfliktusok. Voltak konfliktusok, amikor hangosan kellett rá kiáltanom az embere, mert csacsiságot csinált, csacsiságot mondott, és akkor jöttek az álmatlan éjszakák, mert lelkiismeret furdalásom volt, de az idő azért igazolt engem, hogy nem álltunk messze egymástól annyira gondolkodásba, hogy nagy ellentét lett volna közöttünk, és azért úgy kialakult egy közösség, és csúnyán hangzik, de soha nem volt olyan probléma, hogy le kellett volna ülni, vagy le kellett ülni valahol egy emberrel egy korsósört meginni, soha nem volt probléma. Mindig tudtunk egymással kommunikálni, és ez nagyon fontos. A karizmatikus vezetőnek az az ismérve, hogy tud szigorú lenni, néha megengedő, ha lehetséges, ugyanakkor jottányit sem enged az elképzeléseiből, csak ha feltétlenül szükséges. Ezt hogyan lehet a hétköznapokon gyakorlatban elsajátítani, miközben nyilvánvaló, hogy a munkának haladnia kell? Hát az embernek nincs meg az empátia készsége, nincs meg az érzéke ott belülről, akkor tanulni lehet, csak tanulni lehet. Szerencsére nekem nem volt ilyen gondom, ismétlem, hogy nekem az embereimmel soha nem volt problémám, olyan konfliktusom, hogy kenyértörésre került volna a sor. Ez, hát azt meg tudni kell hozzá, hogy nem is lehetett, mert azért fölöttem ott voltak az óvók ezek, kis Józsi bácsi, Somogyi Laci, szóval ők nem engedték meg azt, hogy ott valami anarchikus probléma legyen. A kis Józsi bácsiról ugye nem ejtettünk szót, szintén egy karizmatikus vezető volt, aki Isten nyugosztalja, felépítette ezt a várost veletek együtt. Én nagyon szomorú vagyok egyéb iránt, amikor még mindig arról esik szó, néha meghallgatom máskor, nem, de inkább nem, hogy tulajdonképpen nem is, inkább csak azt köszönjük neki, mondják idézőjelben, hogy egy betonvárossá építette a mi királyi városunkat, ami, hadd mondjam, jó nagy baromság.
Tehát az az elvégzett munka, amit ti csináltatok egy emberöltönyi távolság, ugye 1969-től 99-ig 30 esztendő, az újra várossá tette a várost, a poros mezővárost, ahova egyéb iránt, mint úgy, nagyon jól tudjuk, tudatosan taszította az akkori szocialista rezsim ezt a várost. Tehát akkor gondolom, ugyanezt gondolod te is. Hadd kérdezzem már, mert most itt bőven elmondtam, hogy én mit gondolok. Én két dolog jut ilyenkor eszembe, tisztelet a Józsi bácsi iránt, mert ha ő nincs, akkor szerintem a városban sok minden nincs. Ő itt élt, itt született, őt nem lehetett eltántorítani attól, hogy jót tegyen. A másik dolog, hogyha visszagondolunk a háború utáni Székesfehérvárra, én csak könyvekből, újságokból, archívumból tudom, hogy szétlőve sokszor bombázták Fehérvárt. Ha nincs egy olyan technológiai váltás, amivel ezt a nagy tömegű lakásigényt megoldjuk, akkor Székesfehérvár nem tartan ott, ahol most tart. Az a nagy tömegű lakásépítés lehetővé tette, hogy a bejáró emberek lakást kapjanak, itt gyarapítsák a családokat, itt dolgozzanak, itt járnak iskolába, az mind Fehérvár fejlődését tette lehetővé, és ez meglátszik. Ki kell nézni az ablakon, az utcára ki kell menni, és látni lehet, hogy ugyan nem egyedi épületekkel van megtüzelve ez a város, de korszerűen, szépen, rendezetten működik. Így van, és erre mondom, hogy se baj, hiszen ahogy egy júniusi beszélgetésünkkor fogalmaztál, ugye azt mondtad, hogy egy kicsit olyanok az épületek itt körben-körben, mint az unokáink, mert igen, hogy igen, az egyik igen. Szépen énekel, igen. A másik szépen rajzol, igen. A harmadik igen. Szépen rajzol, táncol, igen. Bármi. No, jött a rendszerváltás, 1999-et írunk, és akkor úgy döntöttél, hogy megpróbálsz a saját lábadra állni, nagyon sokan, akkor jött a vadkapitalizmus, ahogy most hívják, ugyanakkor azok a vezetők, azok az elkötelezett és hozzáértő emberek a saját vállalkozásukat létrehozva, bizony mondom, hogy nagyon sokat tettek Fehérvárért, közéjük tartozol az élvonalba. A történelmi igazsághoz az tartozik hozzá, hogy ugye a 89-90-es években, amikor tényleg a gazdaság, benne az építőipar is leszálló pályán volt, hogy az Aréf kényszerhelyzetben lévén azokat az önálló szervezeti egységet, amelyek nem igazán a húzócsoportba tartoztak, azokat még egy kis pénzinjekcióval ellátva és szabadlábra helyezték. Így voltam én, ugye akkor volt az Aréfnek egy tervezőgárdája. És hát engem választottak meg a leendő KFT ügyvezetőjévé, és azt láttam, hogy itt előbb-utóbb magántulajdont kell bevetni, tehát meg kell venni a céget, mert bármikor az alapító, ha szükséges, akkor minket megszüntet. Sikerült megoldanunk azt, hogy egy rész feladat, vagy egy rész nagyságrendben megvettük az Aréftől, és olyan papírt szerkesztettünk, hogy bármilyen többségi tulajdonban van, ő akkor sem szüntetett meg a céget, a mi legalább egy szavazatos hozzájárulásunk nélkül. Na most, hát az ember azért dolgozik, hogy előre menjen. Én szépen sorba mindenkitől, aki tag volt, tulajdonos volt, megvásárolgattam a üzletrészeket, és kimondhattam azt, hogy most akkor enyém, és én döntök, én szervezek, én dolgozok, én dolgoztatok. Én sokáig azt vallottam, és utána lehet nézni, hogy azt a tervezőgárdát, amelyik Fehérvár akkor legnagyobb tervezőgárdája volt, azt ameddig csak lehet megtartani. De az igazság az, hogy az emberek gyarlók. Tehát aki tudta, hogy megkapja a fizetését, annak nem volt olyan hajtóerő mögötte, hogy hát én itt vagyok, maszek vagyok, hát én is részese vagyok ennek a vállalkozásnak, úgy dolgozok. És akkor egyszer úgy a gyerekek közé dobtam a gyeplőt, megválasztottam egy vezetőt, kineveztem, én akkor kezdtem el építkezni, viszonylag sokszor voltam távol, és hagytam gurulni szépen a labdát, és amikor itt szeptember hónapban megnéztem a helyzetet, hogy 2,5 millió mínusznál tartunk, akkor azt mondtam, hogy évvégig tűrök, évvégén szétosztattam a társaságot. Én szépen finoman mindenkit elbocsájtottam. Megbántam, meg korábban kellett volna ezt meglépnem. Ezt akkor is kimondtam, most is kimondom. Akkor ugyanis a felhozatal már nagy volt, hiszen munka nem volt. Ha én tudtam munkát szerezni, akkor válogatott, értelmes, jó, aktív tervezőkkel tudtam dolgozni, és igazándiból akkor indult el az Albaplan Kft.-nek az a gazdasági vállalkozói tevékenysége, aminek az a végeredménye,
hogy én a céget 23 évig úgy vittem, hogy egy fillérhitel nélkül, úgy vállalkoztam egy fillérhitel nélkül, mindig csak annyit fejlesztettem bérben is, eszközben is, amennyire láttam a fedezetet, és nagyon sokat segített az indulásnál az, hogy voltak olyan megrendelők, akik egynél próba, és akkor azt mondták, hogy ez egy osztrák cég volt, és akkor azt mondjuk, akkor most Szegeden, Debrecenbe, Győrbe, Kaposváron, Nagytétényben, tehát voltak olyan üzletek, amiket egy üzlethálózat részeként meg kellett csinálni, ahol ha nem is komoly nagyságrendben, de annyi árbevétel volt, hogy költségeinket fedezte, és természetesen volt rajta valami fedezet is, és ez úgy elindította a tevékenységünket, úgyhogy kapcsolódó beruházások jöttek. És hát nem mondom, hogy nem, nagyon-nagyon sokat jelentett az, hogy elindult az albaipari zóna. Amikor a Tóth Feri akkor megkeresett, hogy ennek a szabályozási tervét meg kellene csinálni, akkor gyorsan össze kellett néznem, hogy kik azok a fehérvári tervezők, és így gondolkoztam mindig, hogy fehérvári tervezők, akikkel ezt meg tudjuk oldani. Remetei Tibor, aki azóta sajnos már meghalt, ő volt a városépítő szakember, aztán voltak közművesek, voltak energiatervezők, és kialakult az egész úgy, ahogy ma van, aminek a gyökereit mi tettük a földbe. Tehát ehhez kellett megfelelő időben és helyen a korbács. Hát kellett az a egy új, amivel lehetett mozgatni ezt a nem kis létszámú csapatot. Én egyébként nem csodálkozom, hogy ezt mondtad, amit mondtad, és ezt elmesélted, ugyanakkor abban bizonyos vagyok, és ebben talán megerősítesz, hogy a tisztességnek igenis van hozadéka, és nem csak a pénz. Mert a tisztességgel együtt megjön a pénz is. Én nagyon sokszor vallottam azt, hogy ha valamit komolyan veszel, akkor úgy vedd komolyan, hogy az életed múlik rajta, az embereidnek az élete múlik rajta, a családok élete múlik rajta, az üzleti élet, ez nem szélámosság. Itt tisztességgel és, hogy mondjam, odaadással lelkiismeretesen szabad dolgozni. Igen, ilyenkor eszembe jut mindig a Pordán István, Schulz István neve, hiszen nagyszerű építész, és az is eszembe jut, amikor az elmúlt időszakban egyszer nézegettük az épületeket, és a lelkemre kötötted nyár előn, hogy járjak nyitott szemmel. Igen. Illetve azt beszéltük, hogy járjunk mindannyian nyitott szemmel. Én próbálom azóta úgy szemlélni ezt a várost, és azért csak-csak kiderül, hogy ilyen értelemben is mindenben igazad volt. Igenis fel lehet fedezni ebben a városban az újból, a régiből is, mindazt, ami azóta született újjá, mióta ugye szakértők ezek óvják, védik, illetve építik újjá. Építőipari nívódi és kamara. Ugye megváltozott az egész történet, viszont elsődleges szereped volt benne, ugyanakkor szomorú szavakat is hallottam tőled ennek kapcsán. Igen, hát ez 10. éve volt az idén, és 28 létesítménynek adtunk már nívódíjat. Tulajdonosok, az alkotók legalább annyira büszkék rá, mint én, hogy ehhez hozzájárulhattam. Én nagyon-nagyon nagy megtiszteltetésnek tartom, hogy ezzel a nívódíj programmal foglalkozhatom, és irányíthatok egy nagyon jó képességű, ütőképes 9-fős zsűrit. Ez egy olyan tevékenység, amikor dolgozunk rajta, akkor tényleg nap 24 órájából 24-et ténykedik az ember, és mikor átadjuk a díjakat, felszereljük a táblákat, és a tulajdonosoknak az arcán látni a büszkeséget, akkor elég tételez nekünk azért, amit csináltunk. Az, hogy ne laposodjon el, nekünk kell lépni, voltak negatív tapasztalatok, most ezen dolgozunk, és az év elejétől kezdve már publikus lesz, hogy újfajta jelölési rendszert fogunk bevezetni, és nem lesz egy korlátolt 3-7-4 hét a jelölésre, hanem lehetővé tesszük azt, hogy bármikor bárki meglát egy épületet, akkor egy internetes csatornán valahova be tudja a javaslatát tenni, és majd ugyanúgy az építőnap előtt valamikor értékeljük, döntünk, legyártatjuk, kiosztjuk, kitüntetjük, tehát ezt a menetrendet annyiban változtatjuk meg, hogy kihúzzuk egy évre jelölési lehetőséget. Belekapaszkodom ebbe a szóba, hogy kitüntetés. Mi volt az első gondolatod, amikor hírül vetted, hogy Préma díjra jelölnek? Hát amikor a László István elnök úr engem leültetett a szobájába, és olyan érdekes kérdéseket tett föl, aminek a végeredménye az lett, hogy hát mi jelöltünk téged erre a megtisztelő Préma díjra, akkor én azt mondtam, és ezt ő tanúsíthatja, hogy én tiltakoztam. Tiltakoztam, mert én tőlem sokkal különböző emberek is vannak, és akkor azt mondja, hogy most hallgass el, gondolkodj azon, hogy mit tettél-e Fehérváron szakmailag. 3 perc után azt mondtam az Istvánnak, hogy hozzájárulok a jelöléshez.
Mit gondolt a család? A család az olyan optimista volt, mint te. Igen. Igen. Miért nem én, szabad? Én meg amikor a színpadra föl kellett lépni, és ott gyakorlatilag ott hirdették ki a végeredményt, én még ott is úgy voltam, hogy ez nem igaz, de igaz, ez igaz. Tehát ott tudtam meg, és hát igazolta, és most is mondom, hogy ilyen napokig így lebegtem, komolyan mondom. Nagyon jó. Ez egy akkora díj nekem, hogy tényleg érdemes volt szépen jókat csinálni. Én is ezt gondolom, mindig érdemes egyébként. Igen, igen. Ez egy megerősítés mindnyájunknak, illetve mindazoknak, akik komolyan veszik azt, amit csinálnak éppen. És ugye nem álltál meg itt, hiszen jótékonysági cél. Beszéljünk igen, erről, hiszen igen. Ez is egy olyan történet, ami abszolút jellemző rád. Hát akkor, amikor én eldöntöttem, ha díjat kapok, ezt a sajtótájékoztatón már bejelentettem, hogy ha én pénzdíjas, primadíjas leszek, adó részét levonva az összes többit jótékony célra fogom fordítani. Hát, ha minden igaz, akkor három családnak szeretném majd a karácsonyát szépé tenni, emlékezetessé tenni. A Kodály iskolának az alapítványára fogok utalni, és még két civil szervezet van, akikkel még most úgy tárgyalgatunk, és nyilvánvalóan még nekik is jutni fog ebből. Egy civil emberkének már túl vagyok az átadáson, egy kórházi betegápoló, akiről azt kell tudni, hogy amikor lebénultam, és tolókocsival vittek egy vizsgálatra, hát ugye tumultus volt, nem nagyon fért el ott a folyosón, és kiemelt a kocsiból, és úgy vitt be vizsgálat, és úgy vitt vissza, és akkor azt mondtam, hogyha nekem az életemben egyszer jön egy olyan többlet, amit én nélkülözni tudok, ez az ember biztos, hogy részesül belőle. Én átadtam, és hadd ne folytassam tovább, mert tényleg egy nagyon megható szituáció volt. Nagyon meglepte őt ez a dolog, de láttam az arcán, hogy jól esett neki. Ilyenkor az ismerős szlogen nekem visszaköszön, jónak lenni jó. Igen. És ez oda-vissza igaz, ugye? Igen, hát most azt én nem tartom számon, soha nem tartottam számon, hogy én valakivel jót tettem, visszakaptam, én egyet tudok. Nem én mondom, több vállalkozó mondja, hogy te alapítottad meg az én vállalkozásomat. Te tetted lehetővé, hogy az én családom fejlődjön. És tudok ilyeneket, nem egyet, nem kettőt. Milyen terve van a szakembernek? Milyen terve van a családfőnek? Hát az utóbbival kezdem, a családfő. Nekem van egy főiskolás unokám, akivel lebuktunk, mert én Gödöllőre jár főiskolára, és megígértem neki, hogy én tanítatlak. Tehát az, amit én most nyugdíj mellett dolgozok és pénzt keresek, azt a csemetékre, köztük ő rá is fordítom. És akkor karácsonykor a leányom megkérdezte tőle egy kisfiam zseppénzzel, hogy azt nem kell, mert a mi van a papával? És akkor így lebuktunk. Na hát családról ennyit, én tényleg családcentrikus vagyok, és imádom az unokáimat, és talán ők is engem. Szakemberként hát nem tudok megnyugodni, mert hát amíg hívnak és gondolni megyek, hát most is vannak olyan szakértői tevékenységem, van ilyen beruházás szervezői feladatok, ami kitölti a napjaimat. És hál' Istennek nem unatkozom. Tehát nem állsz meg. Nem. Nos, én azt mondom még egyszer, hogy gratulálok minden jó szándékú székesfehérvári nevében, jó helyre került ez a díj, és békés, boldog karácsonyt kívánok. Nagyon szépen köszönöm, és kedves nézőknek is, és neked is külön. És büszkék vagyunk rád. Köszönöm szépen. Meg szeretek itt élni Fehérváron. Köszönöm szépen, hogy itt vagy velünk. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, vendégem Kálmán Béla, prémadíjas építészmérnök volt. Maradjanak továbbra is velünk, minden jót kívánok, viszontlátásra!